üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jön a Doom láz után egy kis Division 2. Ígértem és kértétek is egy páran, hogy csinálnék-e újra videót róla, hogy látom a játékot, miként látom a játékot. És íme jöjjön, újra kellett csináljam ezt a videót, mert a játéknak csak azon aspektusait emeltem ki az előző videómba, ami egy oldalról közelíti meg. A játékot is csak is egy oldalról ezáltal azt a hatást keltve uh, esetleg abban a videóban, hogy uh, nem teljesen látom át a képet, vagy nem szeretném leadni a teljes képet. mint Bár amúgy az előző verzióban kiemeltem, hogy ez szubjektív vélemény lesz és még mindig úgy gondolom, hogy amit itt most hallani fogtok, az egy szubjektív vélemény lesz, tehát az én saját véleményem arról, hogy jelen pillanatban hogy áll a játék, de azt hiszem úgy fel, hogy hozzáadunk mind a jó, mind a rossz oldalához a játékhoz, és megválaszoljuk azt a fő kérdést, hogy érdemese visszajönnöd a divisionbe játszani, vagy ha netá most kezdenéd el, érdemes kezdeni játszani ezzel a játékkal, és mit tud nyújtani a játék, esetleg jelen pillanatában egy teljesen kezdőtől egy teljesen veteránig, és kinek milyen kielégítést nyújthat ez a játék most. Szóval, honnan is indítsam? Azt hiszem, hogy kezdjük a Attól a ponttól, amiről a Division mindig is híres volt, és az, hogy ez a játék teljesen broken. Division 1 is, és a 2 is egészen idáig, sőt, még most is. Broken. Oké, okay, vannak benne broken mechanikák, glitchek és exploitok. -ok még mindig, és erre jelen pillanatban el is indult egy ilyen bonsorozat. Nem is inkább bansorozat, hanem felfüggesztés sorozat. Úgyhogy ne nagyon exploitolj glitcheket, semmiféle exploitot ne csinálj, ami jelenleg tudsz és van a játékban, mert jelen pillanatban nagyon nézik azt, hogy ez kicsinálja, és könnyen megeshet, hogy banolnak vagy felfüggesztik az accountodat ezért. Szóval tekintve, hogy ezek még mindig benne vannak a játékban, oké, okay, de azt hiszem a Division 1-is és a 2 is, Warlords of New York ide vagy oda, um, olyan szint, broken tud lenni a játékol, behoznak egy javítás, amiatt elromlik valami más. A játék nagyon komplex, ezért mindig is a természetében lesz, hogy valami broken lesz benne, amit időről időre javítanak, és ez nem volt különböző a Division 1 és a kettővel is, és ezt szerettem volna, hogy megértsétek, hogy látom a játéknak ezen oldalát, de ebben a kis videóban szeretném ettől félretekinteni, és úgy venni a játékot, mint egy olyan játékos, aki tisztességgel játszik, mint egy olyan játékos, aki el akarja érni az endgame-et, és mint egy olyan játékos, aki élvezni szeretné a casual játékmenetet a játékba, és mindent megtesz, hogy végig menjen az adott küldetéseken, és felfedezni azokat a módszert. Nem exploitolunk glitcheket, nem csinálunk uh, olyan bildeket, amik esetleg overpower bár, és megint csak, hogy megemlítsem ezt a részt, például jelen pillanatban Darzon PvP nagyon unbalanced, főleg azért, mert a, a, a True Patriot Set az jelen pillanatban hatalmas meta lett a játékba. Az M4-es dolgot nem tudom, hogy fixálták-e már, hogy az M4 az egy shoton gyakorlatilag mindenkit, de a True Patriot jelen pillanatban olyan szinten dominál a Dark és olyan könnyű összerakni azt a buildet, és azon belül is például, aki Fire rate ad a fegyverének, a True Patriot szettel együtt elképesztő módon dominálni, és nagyon könnyű megépíteni egyrészt, ugye ezt, ez mondjuk jó, mert akkor ugye mindenkinek lehet egy True Patriot szettes PvP bildje, de elveszi az élvezetet abból, hogy, hogy más buildet csinál. Tehát például én most azon vagyok, hogy valamivel kantoroljam a True Patriot setet a PvP-ben, és azt hiszem, hogy közel járok ahhoz, hogy felfedezek egy módszert, hogy a True Patriot buffjainak és bónuszait counteröljem valahogy, már egyszerűen hányok attól, hogy mindenki ezzel a szettel mászkál, és mással nem lehet túlélni a PvP-be. Mert, hogy ugye ez egy fantasztikus dolog most, hogy a Division 2, az bárhol vagy, a világon mindig össze fog dobni olyanokkal, akik a Dark Zone-ban vannak, tehát, hogy mindig alakuljon ki egy kis PvP, és az erősebb buildek mindig győzni fognak a gyengébek fölött, és ezért a lootodat mindig elveszíted. Na de elég a negativitásból, mert nem ez most a Division videó, ez mindig benne lesz a Divisionben, valahogy valamilyen úton szinten, és a devesek ezt mindig fogják kantörölni, valamivel, ellensúlyozni, hogy, uh, hogy működjön a dolog. Na most, mit tud nyújtani nekünk a Warlords of New York, és a videó címe az, hogy nem vagy felkészülve erre a Division 2-re. És mit, mit gondolok ez alatt? Rengeteget változott a játék, és most azt mondom, hogy azoknak a kór játékosoknak, akik az eleje óta játszanak a division és hajlandóak belemenni a számolásokba, a szettelésbe, mindenre, tehát, hogy hardcore gamer vagy a Division 2 világában, neked most érdemes visszajönnöd a division -be. Mert olyan jól és egyensúlyozott a rendszer, hogy kihívást ad a bildelés. nem, nem nem a bildelés ad kihívást, a küldetések adnak kihívást, és ettől válik kihívásá a bildelés. Újra létezik a játékban csapat Synergy. Tehát a, a hírai küldetéseket igen, le lehet szólózni, és tudom, hogy ez az ultimate kihívás, hogy valamit leszólóz, csak azt hiszem a Division 2-ben a szólózás az egy kicsit meg van fordítva. Tehát szólózni nem nehéz itt ebbe a játékba, viszont csapatban a küldetések extra nehézé válnak és főleg egy híroikon. és nagyon fontos, hogy legyen csapat Synergy, és most újra van csapat szinergyi ebben a játékban eddig szinte mindent lehetett szólózni ebben a játékban, és most challengingen is nem vagy rá felkészülve arra a nehézségi szintre, ami ott van egyszerűen elképesztő, szükséged van egy csapat együttműködésre, hogy az tudjon működni, tehát a, és lehet, hogy szubjektív, szubjektív a véleményem, mert hogy a videó, ami megy jelen pillanatban ezen szöveg alatt, akkor még a szettjeim, amik voltak a bildjeim nem egészen voltak naprakészek és felkészültek uh, egy challenging küldetésre is, csak reméltem, hogy az tagok, akiket kifogok, a játék közben, azok engem lekeríznek, és, és, mégis így is történt, csak a végén mindegyik küldének, és természetesen három nehezítés bónuszt állítottam be, amik közül az egyik a különleges fegyverek voltak az eleminek, több xp ugye, de a végén négy mesből háromszor kiléptek az emberek, mert nem tudták le, nem tudtuk lehozni a boss, vagy nem volt elég damage, vagy nem volt elég crowd control, vagy nem volt valami, és amint lett egy olyan csapatom, ahol, ahol crowd control volt, ahol volt damage, ahol volt uh, skill minden, én többnyire skill-t futtattam, mert úgy érzem, hogy jelen pillanatban a játékban nagyon élvezetesek a skill buildek, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem őket, akkor ebben, abban a pillanatban az egész kompozíció működött, és akár ugye a lég futamokat 16 perc alatt le tudtuk hozni akár ilyen pályán, de ahhoz meg kellett lejön a csapatban az a crowd control, az a skill build, az a DPS, minden és nagyon-nagyon korrektnek éreztem ezt, és kihívást adott, hogy végre ne az legyen, hogy ránézek a billyémre, és mindegyik DPS különböző változatai. És most van, lesz skill build-em, és egy DPS build-em, és egy crowd control build-em, egy healer build-em, és mindegyiknek értelme lesz, mert az adott csapatban úgy lesz jó, ahogy van. Természetesen a True Patriot az dominál mindenhol. És ez még hagyján, de most ugye benne van a World of New York után, benne lesz ez a róg, ügynök üldözés. És ezek megjelenhetnek az bár, meg bármelyik küldetéseden. És szétszednek. Tehát nehogy azt itt, hogy ezekre fel vagy készülve DPS-sel. Olyan tankosak és olyan DPS-re amit hát nem tudsz túlélni. Egyszerűen elképesztő, én, nehézé teszi Azokat a pályákat és ettől rohadtul jó játszani vele. Über nehéz. Még egyszer nem is akart megölni egyet, egy csapat se volt elég tökös ahhoz, hogy, hogy ezt megcsinálják. Uh, nem tudom például a réden mennyit változtattak, nem volt még szerencsem elmenni uh, ebben az új Division 2-ben, de a híróik és uh, challenging küldetések megváltoztak és nehezebbek lettek. Megint csak kiemelem, lehet, hogy azért, mert hogy. Uh, a cuccaim, amit akkor voltak, nem teljesen voltak felkészülve azokra a küldetésekre, ti majd megcáfoljátok, hogy nehezebb lett a játék, vagy sem. De ahogy nézem azoktól a videósoktól, akik állandóan Division-nel foglalkoznak, egyik mondja, hogy, hogy nehezebb, kihívás nehezebb lett, főleg például a, kontroll a négyes szintű kontrollpontok -ok sokkal nehezebbek lettek, és... Nagyon jól át kell gondold azt, hogy mit és hogyan bír lesz. A szólóban is, illetve csapatban is. Na most, mi van, hogyha te most kezdő vagy, vagy csak casual-ként akarsz játszani ezzel a játékkal, és azt mondom, hogy most is, és az előző változatában is a Divisionnek teljesen mindegy, neked ez a játék élvezetes lesz. Ha szereted az ilyen stílusú uh, shooter RPG-t, mint a Division, ezt a, ezt a játékmenetet, ezt a szintet, teljesen boldog leszel ez a játékmenettel. Hány, hány, pálya van, amit végigmész? Tehát elkezded a játékot, és szerintem, hogy 50 pályán végigmész el, mindenképp megéri az árát a játék. És ez még csak a casual szint, érted? Ahol nem is kell, olyan foglalkozni a bildelése, semmi. Játsz végig azt az 50 játékot az összes expansion ami kijött eddig, játsz végig azt a játékot, mert bőven megunod. És hogyha még nem untad meg, egy kicsit belevész a bildelgetésbe, és, és, felfedezni a játékot, a pályát, PVS, gets control száz -ok, órákig leköt a játék, és még nem is kellett foglalkoz a hardcore bildeléssel, és az azzal jövő összes frusztrációval, buggal, glitchel, és mindennel, amit a játékosok exploitolnak. Te csak egy becsületes, casual, vagy kezdő játékos vagy, ez a játék neked tökéletesen nyújtja a kiváló játék élményt hogyha tovább akarod vinni a szintet, na ott akkor már kezdődnek a dolgok, amiket észreveszel, hogy a játék valahol esetleg hibázik, exploitolnak dolgokat, és a többi, de ez nem befolyásolja a PVE részt. Néhol igen, de leginkább a PVE rész, és az annak megfelelő hardcore bildelése úgy veszem észre, hogy jelen pillanatban nagyon korrekt a játékban, és megfelelő kihívás nyújt. A játék egy evolúció ment végig, értitek? A Division 1 evolúció is az, hogy a végére egy kiváló játék lett, az véletlennek köszönhető, és a rengeteg sírásnak, amit a community rárokott a masszívra. És végre kezdték el kiavítani a játékot, és a Division 1-nek egy evolúciós stádiuma lett, amire a végére egy jó játék lett. A Division 2-re biztos vagyok benne már, hogy ezt az utat szánták neki. Azt az utat szánták neki, hogy ahogy megjelenik a játék, olyan szettek lesznek, olyan damage és olyan minden, ami akkor volt, volt, és majd utána az egész játékot egy evolúció útján erre a szintre emelik, ahol jelen pillanatban van, és azt mondom, hogy ez a jelen pillanat korrekt, de ez a személyes véleménye. És ahogy... De a probléma ott volt, hogy ha bár úgy gondolom, hogy tudatosan tervezték már meg a Division 2-nek ezt az evolúcióját, és még a játék megjelenése előtt részt vettem egy livestreamen vendégként, és beszéltük ott a srácokkal, hogy ez lesz majd a Division 2-vel, hogy, 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 majd behozzák a játékot, valami overpower lesz, majd változtatnak rajta, majd azon is változtatnak, majd azon is változtatnak, és ez lett. És most elért ebbe a stádiumban a játék, és szóval egy 100%-os direkt evolúciót terveztek a játéknak. míg úgy gondolom, hogy Division 1 evolúció egy véletlen volt, a Division 2-jé már egy megtervezett evolúció volt, csak az a probléma, hogy a Division 2 megtervezett evolúciója nagyon gyenge volt. Tehát az első rész semmiféle kielégítést nem nyújtott a játékosoknak, a játék nagyon könnyű volt, és nagyon könnyű volt exploitolni benne dolgokat, és nagyon könnyű volt buildelni benne overpower dolgokat, és a többi, és a többi, szóval... Uh, és ugye ez a, a, profi videósok, a profi játékosok és a közösség nagyon gyorsan rájött, és rá is zúdította a masszívra a problémákat, és a játékosok majd, hogy nem kihalásig elhagyták a Division 2-t. Szóval ez az evolúció megtervezetlen volt, és most már, hogy ilyen, amilyen most a Division 2 a World of New York után kezdi, illetve visszahozta a játékosokat. Nem, hogy csak a kézsúly játékosok érdeklődését keltette föl, de sok veterán játékos is visszatért, és mert, mert úgy érzik, hogy, hogy értelme van a bildelésnek jelen pillanatban a játékban és Egyet kell értsek, nem vagyok veterán játékos a Division 2-ben, sem az 1-ben, későn kezdtem el vele játszani, viszont beleraktam a két játékba együtt legalább 500 órát mostanáig, ugye a Division 2 van 200 akár hány órán, nem nevezem magam veteránnak egyáltalán, viszont szeretem az RPG játékoknak a bildelési elemeit, és szeretek azon rágódni, gondolkodni, és sokszor, sokszor, nagyon sokszor abból áll nekem a a játék maga, hogy elmegyek egy jó fan körútra, és utána egy-két óráig matekozgatok, hogy hogy legyen jó, és leginkább a fő élvezet nekem a játékba az, hogy kantöröljem a meta buildeket. Utálom a meta buildeket. <laughs> és, jelen, és a Division 2 egy is egy tipikusan olyan játék volt, ami tele van metabildekkel, és azok nagyon ópék. Tehát egy videós, hogy valaki felfedezi, közli, és az egész buta közösség lemásolja, és már hányok tőle. És nekem az a játék ebben a játékban, hogy counteröljem a meta bildeket, és órákig azon vagyok, hogy tudnék DPS-t, vagy esetleg armor visszatöltést, vagy bármit kitalálni, hogy az OP bildeket le, legyűrjem, és most jelen pillanatban nagyon remélem alakul valami a True Patriot ellen, mert ez egyszerűen nagyon OP jelen pillanatban a játékban, és jelen pillanatban a meta ellen. Szóval kinek mi? De megtaláljátok a szórakozást a Division 2-ben. Mind veterán szinten, és mind kézül és kezdő szinten most a játék elért, mint annó a Division 1 szintjére. Tehát az a, az a korrekt. Oké, megvannak a hibácskái, de korrekt. És rendben van, és van értelme a bildeli PVE. PvP-be jönni fognak balanszok, de PvP-be is. Sokkal adrenalin-dúsabb a Dark Zone amiatt, hogy mindig összedob játékosokkal, sokkal adra, adra mert nem tudod, hogy mikor veszíted el a lootodat. Nagyon sokan kempelik például jelen pillanatban a extraction zónokat, ott várnak rá, hogy felted a cuccodat, csak akkor hátba lőnek. Nagyon működik a Division 1-es valami, nagyon kigondolt kell legyél, mikor extractolsz. Jó, ha csapatban vagy, kevésbé támadnak meg, jó, ha van egy erős builded, és, és tényleg egy kis vérszint emelő, frusztráló, idegesítő, izgalmas egyszerre az egész ott létés. És azt kell, hogy Division 2 1 a Dark Zone a multiplayer élménye az egyik legizgalmasabb ö, odakint. És, és őszinte mondom, sokan azért panaszkodnak, nem azért panaszkodnak, mert nehéz a pvp hanem azért, mert annyira frusztráltak, hogy nem, tudnak, nem tudják megvédeni azt, a, azt, amit megszereztek. Nem tudnak sikeresek lenni ebben a PvP-ben, mert nem elég, hogy OP builded legyen a Division 2 pvp jében nem elég, még, még rá is kell taktikázni, még eszesnek is kell lenned azzal a kapcsolatban, hogy mit csinálsz. És, és, hogyha még nincs is OP buildet, ki tudod taktikázni, vagy trükközni az ellenfeledet, és az extra adrenalin ad, de a mai, mai gamerek nem igazán viselik el a magas adrenalin szintet, és sokszor olyan játékain voltak a Division 2 PvP-ben, hogy a az egér, tehát az akció lemelet, lemenetele után az egére remegett a kezem. Értitek? Tehát főleg, amikor szólózik az ember, bemé, bemész a Dark Zomba szólóba, és tudod, hogy a bilded az meg, mm, mm, meg, és de sikerül leakcióznod valakit, összejön, összejön a dolog, kiderül, hogy, hogy jó gondolkodtál, jó bildet, jól csaltad el őket, blablabla. Bla, bla. bla. Ö, például, mit tudom, ha nem elég erős a bilded, én beszoktam őket csalni mobok közé, és hogyha elég szerencsém van, nem engem lőnek a mobok, hanem őket, és akkor sikerül őket lelőni, elmenekülni, és, és mert az egész akció véget ér, és még ki is menekítem a cuccai, mert a végére így, így remegett az egéren a kezem, és le kellett álljak egy kicsit a játékkal, <laughs> azt a kúra, milyen élményt nyújtott. És ezt tudja nyújtani a Division 2. PvE szinten is, és PvP szinten is. Megértem, hogy egyes embereknek ez sok, de ez az az adrenalin, amit a Division 2 tud nyújtani. Amihez például egy Warframe szintű játékba órákig kell elmenni, hogy megemeljem az adrenalin szintet ilyenre, de ne félj a Division 2-ben, a PvP-n, se, se perc alatt kijön egy ilyen adrenalin szint. Nos, srácok, talán ennyi lett volna a Division 2 jelen pillanati, eh, hogy is mondjam, bemutatom vagy hogy érdemes -e visszajönni a játékra, kicsit hosszasan sikerült, de úgy érzem, hogy egy kicsit komplexebben magyaráztam el a témát, és ahogy látom, az előző próbálkozásom előtt, amit csináltam, az nagyon ráment a pozitív játékra, de szerettem volna, hogy egy komplex képet láttok jelen pillanatban a Division 2-ről, amit úgy nyújtani jelen pillanatban egy korrekt játék, amihez érdemes visszatérni. De cáfoljatok meg, lehet, hogy nem így látom, lehet, hogy nem így van. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Hashtag macskabugyi, ha végignézted, kérlek írjátok le a kommentbe, hogy tudjam, hogy az emberek Értékelik a véleményemet ebből a szempontból, és végignézik azt a videót, hogy értsék a teljes képet. Nagyon köszönöm a figyelmet. A következő, ja igen, hogyha bármit szeretnétek lefordítva esetleg tudni a Division 2-ről, akkor, akkor írjátok meg, szívesen megcsinálom. Talán kivéve egy-két bildelős videót, egy-két bildet szeretnék magamnak megtartani. Nem szeretném, hogy semmilyen szinten kikerüljenek a nagyvilágban, mert, mert olyan bildeket szeretek csinálni, amik kontrollik a metát, és nem szeretném, hogy azt játékosok használják, úgyhogy ez valószínűleg nem A PVL bildeket lehetséges, de nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!